Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 29. szemeszterének 9. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 29. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Mohr Richárd, kínakutató, fordító, műfordító, szinkrontolmács, oktató. A Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézetének igazgatója. Az STE Gazdaságtudományi Kar és Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar oktatója. A Budapesti Gazdasági Egyetem korábbi mester oktatója. A BGE Keleti Üzleti Akadémiai Központ Irányító Bizottságának Kína szakértője. 1989-ben középiskolásként hobbiból kezdi meg a kínai nyelvtanulást. 1993-ban kínai középfokú nyelvvizsgát szerez. 95-ben az Országos Fordító és Fordítás Hitelesítő Iroda külsős kínai fordítója lesz. 1994-ben elkezdi az ELTE kínai szakot. 2001-ben az ELTE Fordító és Tolmács Képző Központnál magyar-kínai szaktolmács képesítést, 2002-ben kínai szakos orientalista MA diplomát szerez. Egyetemi tanulmányai alatt egy-egy évet tölt Pekingben és Tajpejben ösztöndíjjal. 1997 és 2004 között a Külkereskedelmi Főiskola, majd 2019 és 2020 között a BGE Külkereskedelmi Kar, korábbi Külkereskedelmi Főiskola kínai nyelvtanára. 2003 és 2010 között Magyarország és Kína államközi kapcsolataiban az államfői és kormányfői találkozók hivatalos tolmácsa. Kínai nyelvű fordítás, tolmácsolás, szinkrontolmácsolás területén több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik. 2004 és 2014 között Kínában él. Pekingben saját tulajdonú tanácsadó céget vezet, melynek keretében számos magyar vállalatot, köztük a Malévot is képviseli, valamint multinacionális cégek menedzsereinek kínaiul tart interkulturális tréningeket. 2009 és 2010-ben Pekingben az EU kínai kereskedelmi kamara vezetőségi tagja. A 2010-es Sanghái világkiállításon a magyar pavilon főbiztos helyettese és a kínai szervezőbizottsággal kapcsolatot tartó adminisztrációs vezető. 2014 óta Szegeden él. Igazgatói és oktatói munkája mellett interkulturális vállalati tréningeket tart, üzleti kínai nyelvet és kínai üzleti ismereteket, interkulturális tárgyakat oktat. Rendszeresen publikál Kínával kapcsolatos tanulmányokat, kínai nyelvből műfordításokat készít, valamint szerkesztőként és szaklektorként működik közre a kínai-magyar és magyar-kínai középszótár készítésében. A Budapesti Gazdasági Egyetem Keleti Üzleti Akadémiai Központ által 2019-ben kiadott Japán, Kínai és Koreai Üzleti Kultúra című tankönyv kínai tematikájú fejezeteinek szerzője. A Magyar-Kínai Baráti Társaság alelnöke. Felkérem előadónkat, tartsa meg előadását! Köszönöm szépen, kicsit hosszúra nyúlt a laudációm, amit saját magamról írtam, úgyhogy elnézést miatta, de hát visszatekintve több mint 3 évtized Kínával kapcsolatban. Nagyon örülök neki, hogy itt lehetek, köszönöm a lehetőséget, és köszönöm, hogy eljöttek. Annyi személyes mondatot engedjenek meg, hogy óriási élmény hallgatók előtt csinálni ezt a műfajt. 2021-ben üres teremben kellett ezt az előadást tartani, úgyhogy nagyon jó, hogy most itt vannak. Kínáról lesz természetesen szó, ugye, mint látják, hagyomány és modernitás Kínában. Egy gyors időutazásra invitálom most a hallgatókat és a nézőket. Szeretném, hogyha egy picit áttekintenék velem együtt közösen, hogy mit jelent az, hogy Kína, honnan jön ennek az országnak a kultúrája, honnan származnak azok a hagyományok, amelyek definiálják az országnak nem csak a múltját, de a jelenét, és hát talán a jövőjét is.
Úgyhogy rögtön azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon nehéz dolgunk van rögtön, amikor meg kell határoznunk, hogy mit jelent az, hogy Kína. Ugye Kína, kínaiul a középső birodalom, talán ismerhetik már egy páran azt a két írásjegyet, ami itt látható, szó szerint a középső és az ország. Ez bizony Kínának az öndefiníciója, Kína saját magát a világ közepének tekinti, és itt nem valamiféle fellengzőségre kell gondolni, hogy hát ezek a kínaiak azt gondolják, hogy ők a világ közepe. Itt arra kell gondolni, hogy ez a világ legrégebb óta fennálló folyamatos civilizációja. Tehát amikor a kínaiak elkezdtek magukról így gondolkodni, akkor a világnak egy jelentős részét, Dél-Kelet-Ázsiát ők alkották, és hát az, hogy még ma is beszélünk róluk, ma is fontosnak tartjuk ezt az országot, nagyon jól mutatja, hogy ennek az országnak a hagyományai, a civilizációja a mai napig meghatározó az egész világ számára. És ha már a civilizációról van szó, ez egy nemzetállam helyett civilizációs államként érdemes gondolni rá. Ez azt jelenti, hogy Kína nem áll meg Kína határain belül. Kína jelentőség, a kínai kultúra, kínai civilizáció jóval túlmutat azon, amelyet akár ma a Kínai Népköztársaság határai körbefoglalnak. Csak gondoljanak arra, hogy a római birodalom esetében a római birodalom kultúrája, Róma volt a fény. Ugye ez is egy olyan civilizációs kisugárzás volt, ami hozzánk közel áll, és gondoljanak bele, hogy mennyire meghatározza mind a mai napig még a világunkat, illetve az európai kultúrát. Na de annak megfelelően, hogy ez egy civilizációs állam, ez egy civilizációs közösség, ez egy olyan civilizáció, ami elzártan jött létre a világ nagy részétől. Tehát egészen egyedi kultúrát, egyedi szokásokat hozott létre. Ebbe szeretném, hogyha egy kicsit belepillantanánk. Mint mondtam, ugye az a civilizáció nagyobb kiterjedésű, mint az ország területe, de ehhez képest mindig elzártan fejlődött. Majd a történelmi végig tekintés során látni fogják, hogy ez az elzártság mennyire hosszú ideig tartott. És ez a különlegesség, ez az egyediség, ez egy olyan, ugye én úgy fogalmaztam meg, hogy önálló kínai univerzumot, egy sinoverzumot hozott létre, amely sinoverzumnak megvannak a maga törvényei, megvannak a maga szabályai. És az úgy van, hogy amikor mi külföldiként ránézünk erre, akkor a fejünkhöz kapunk, hogy de hát ezt miért csinálják? Normálisak ezek az emberek? Igen, normálisak a saját normájuk szerint. A mi normánk az a mi civilizációnk, az a mi kultúránk, az ő civilizációjuk a miénktől jelentősen eltérő. És ennek okán ez a bizonyos sinoverzum, ami létrejött egy önálló kultúraként, ez egy olyan létesítmény, ez egy olyan találmány, egy olyan kifejezés, amit úgy tudnék talán legjobban lefordítani, hogy ezen belül az emberek félszavakból is értik egymást, mint a régi barátok tudják, amikor egymás között olyan vicceket mesélnek, amiből csak egy szó kell, és akkor mindenki tudja a mögötte lévő teljes tartalmat. Na hát a kínaiak is valahogy így vannak velük, hiszen azok az egyedi kulturális elemek, amiből mi is sokat láthattunk, itt egy pár képpel próbálom mindig illusztrálni az adott diának a tartalmát, és hát láthatnak ott olyan mindenféle képeket, kulturális megjelenéseket, amiket olyan nagyon szépnek tartunk, csak hát általában fogalmunk nincs róla, hogy mit jelentenek. Nos, ezek az egyedi kulturális elemek, ezek magukban foglalják a mitológiát, az írást, a történelmet természetesen annak teljességével, a szokásokat, hiszen a szokásaink azok is erednek a hagyományainkban, vagy például a babonáinkat. Hát a kínaiak szokták mondani, hogy ők nem babonásak, de hát azért egy rendes kínai ember nem nagyon szereti, hogyha 4-es van a telefon számában, mert hát a 4-es az a halálnak a szimbóluma, annak okán, hogy a 4-es kínai kiejtése az majdnem ugyanúgy hangzik, mint kínaiul a halál. Ám de, hogyha 8-as van benne is, minél több, na az nagyon szerencsés. Mert a 8-asnak a kiejtés az összecseng azzal, hogy meggazdagodni, nem segítek többet, próbálják meg kitalálni, hogy ez miért lehet nagyon jó. De hát viccet félretéve, tehát összességében olyan hagyományok, olyan szokások gyökereztek meg Kínában, amelyeket furcsának találunk, de ha megértjük ezeknek az eredetét, akkor egészen megváltozik az ezzel kapcsolatos felfogásunk. És ezen belül az egyik ilyen fontos kulturális elem, hát tudják, akik kínaiul tanulnak, azok mindig beképzelten azt gondolják, gondoljuk,
hogy hát kínai nyelvtudás nélkül nem nagyon lehet ezt az országot megérteni. Tehát a kínai írott kultúra rendkívül fontos, és erről is szeretnék egy kicsit beszélni önöknek. Itt látják ezt a nagyon szép kínai írásjegyet, azt hiszem ez is jól mutatja, hogy milyen szép az írott kultúra. Nem véletlenül ilyen büszke Kína az írásos civilizációra, hiszen ennek mintegy 3000 éves múltja van. Képzeljék el azt, hogy 3000 év írott emlékei micsoda elképesztő tárháza az írásos kultúrának. Az írásnak a történetéről egyébként azt érdemes tudni, hogy a kínai mitológia, kínai hagyomány azt tartja, hogy volt egy Cangjie nevezetű úriember, aki hát minden bizonnyal egy mitológiai, mondjuk kultúrhérosz volt, ahogy ezt mondani szoktuk, egy kulturális hős, aki nem feltétlenül létezett, aki a madarak lábnyomát utánozva rót mindenféle jeleket, és hát így hozott létre először írást. Tehát az írással kapcsolatban persze megoszlanak a vélemények, hogy a kínai írás honnan származik. Amit biztosan tudunk, az az időszámítás előtti második évezredből származó nyelvemlékek, ezek az úgynevezett jóslócsontok. Nos, itt azért megállnék egy pillanatra, mert ezek szerintem rendkívül érdekesek. Amikor én ezekről először hallottam, akkor teljesen megdöbbentem, hogy mennyire izgalmas. Szóval az úgy volt, hogy a 19. század végén, pontosan ezt 1899-hez kötjük, volt egy írástudó, egy bizonyos Wang Yirong nevezetű úr, aki észrevette az egyik kínai patikában a sárkánycsontokon, hogy írásjegyszerű karcolatok vannak rajta. Na, mik ezek a sárkánycsontok? Hát kérem, a kínai orvoslásban, a hagyományos kínai gyógyászatban ilyen ki tudja honnan származó mindenféle csontdarabokat szintén beemeltek a kínai patikáriusok az ő készlettárukba, mert ezek megőrölve kiváló afrodiziákumként, hát mondjuk korabeli viagraként, hogy értsék, szolgáltak, ha egyáltalán ezt értik, ezt a kifejezést. Nos, hát a Wang Yirongunk, ugye ő nem ebből a célból, hanem abból a célból figyelt fel ezekre a csontokra, hogy ezek mindenféle karcolatok voltak, amik egészen ilyen, hát olyan írásszerű dolgoknak néztek ki. Ő volt az első, aki tudatosan elkezdte gyűjteni ezeket a bizonyos csontokat, ezek marhalapocka és teknősbéka páncél darabok voltak, amelyeket a bizonyos Shang dinasztia idején, tehát időszámításunk előtt a második évezredben, tehát több mint 3000 évvel ezelőtt arra használtak, hogy az udvari jós felkarcolt rá különböző kérdéseket, hát mondjuk ilyeneket kell elképzelni, hogy vajon szerencsés lesz-e a csata kimenetele, vagy vajon lesz-e eső a jövő hónapban. És utána ezeket a csontokat elkezdték valamilyen módon égetni, hevíteni, azok valamilyen formában meghasadtak, megrepedtek, és ebből a repedésből, a repedés irányából, hogy a szöveget hogy vágta szét, ebből következtetett a jós arra, hogy mi lesz a jóslat tartama. Tehát ezért hívják ezeket jóslócsontoknak, hát innen indult el az a kínai írásbeliség, ami egyébként őrületes, hogy a mai napig az ezen lévő írásjegyek bizonyos részét, ugye rengeteg ilyen került elő, tulajdonképpen értjük, el tudjuk olvasni. És ez egy nagyon fontos része a kínai írásnak, hogy az írásos kultúra fejlődése során nem nagyon sokat változott. Tudják, a nyugati írásrendszerek, azok végigmentek a piktogramokból, az ideogramokon keresztül a fonogramokig, nem szeretném ilyen nyelvészeti dolgokkal terhelni önöket, de hát magyarán a képből később betű lett, ami betű és a betű kombinációja az már elvont módon utal az eredeti jelentésre. Nos, itt nem ment végig ez a folyamat, tulajdonképpen mind a mai napig ugye ideogrammákkal, olyan jelekkel írunk, amelyek valamilyen módon a kombinációjukkal felidézik az eredeti képeket. Nos, és ezek a bizonyos írásos emlékek, amelyek először ugye a jóslócsontokon, de később bronztárgyakon, majd bambuszlapokon, utána lehet itt látni, már amennyire lehet látni, majd később sejemkönyveken, tekercskönyveken és csak végezetül papírkönyveken kerültek elő. Ezek gyűjtötték össze azt a rengeteg okos gondolatot, amelyet a kínai kultúra kialakított, a kínai kultúra képviselői létrehoztak, és amelyeket mind a mai napig ismételgetnek az emberek.
Ezek a bölcsességek, amelyekről beszélünk, nyilván a korai időszakban, elsősorban filozófiai és vallási, vagy talán inkább filozófiai, mint vallási művekre utal, és mind a mai napig rengeteg hivatkozás mondjuk idézi fel az akkori írásos műveket. Ha már a kínai filozófia és a vallás megszólítatott, ami természetesen a hagyományoknak nagyon fontos része, itt körülbelül időszámításunk előtt olyan harmadik századtól kezdve beszélünk olyan szövegekről, amely szövegek nagyon fontosak és a mai napig élő szövegekként működnek. Ezek természetesen a nagy kínai gondolkodóknak, a korai filozófusoknak, Konfuciusnak, Lao Tse-nek, a taoizmus megalapítójának, illetve később a buddhizmusnak a szövegei. Ugye ez a három fő eszmei irányzat, amiről Kínával kapcsolatban beszélni szoktunk, a taoizmus, a buddhizmus és a konfucianizmus. Hogy ezek filozófia vagy vallásként üzemelnek, ez egy nagyon messzire mutató kérdés, nem is szeretnék mélyen belemenni, de hát azt azért mindenképpen fontos tudni, hogy a kínaiak számára az a fajta vallásosság, amely vallásosságot mondjuk a kereszténység hozott el az európai kultúrába, ez a fajta vallásosság így nem létezik, hiszen a buddhizmus, amit ehhez a vallásos gondolkodáshoz a legközelebb állónak tekinthetünk, de a buddhizmus is egy jövevény vallásként ugye Kínán kívülről származott, és ezért nagyon nagy mértékben összekeveredett a helyi korai gondolkodással, a taoizmussal és némiképpen a konfucianizmussal. Nos, úgyhogy a filozófia és a vallás is megérne egy külön beszélgetést, de én ezen belül leginkább most a konfucianizmus szeretném kiemelni, és nem csak azért, mert a Konfucius intézet névadójáról, Konfuciusról és az ő gondolatairól és a műveiről beszélünk, hanem azért is, mert a konfucianizmussal értem el igazából a modern időkig fenntartott gondolkodás alapjaihoz. Nos, Konfuciusról annyit kell tudni, hogy az ő általa elmondott és a követői tanítványai által lejegyzett gondolatok elsősorban etikai kérdéseket boncolgattak, és nem metafizikai kérdéseket. Tehát ez nem egy vallásos gondolkodásnak az alapja, sokkal inkább az ember mi voltának, a létének való filozófiai gondolkodás, hogy mitől lesz egy ember jó, és mitől lesz rendes. Ugye ezt az öt alapfogalmat, az emberség, becsületesség, illendőség, bölcsesség és a lojalitás, amelyeket megállapított Konfucius, mint az emberi erényeknek a legfőbb központi értékét. És lehet, hogy megmosolyogtatónak tűnik, mert képzeljék el, hogy Kínában ezek a fogalmak még mai napig nagyon fontosak. Emellett a másik fogalomrendszer, az a hierarchia, a nevelés és a kormányzás volt, ahogy így megpróbáltam nagyon zanzásítva összegyűjteni a konfucianizmusnak a lényegét. Hierarchia egyfelől azért, mert minden embernek az a világban, a társadalomban való szerepét, azt az ő társadalmi hierarchiája, pozíciója határozza meg. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek van, ha úgy tetszik, felettese, és mindenkinek van alárendeltje. Ha belegondolunk egy családmodellbe is, ott is meg lehet határozni, hogy kik az idősek, akiket tisztelni kell, és kik a fiatalabbak, akiket az idősek tanítanak. De ugyanezt történik a társadalom minden más területén. Az idősebbek, akik már előrébb járnak az úton, az ő felelősségük és kötelességük is, hogy tanítsák a fiatalabbakat, utat mutassanak nekik. És ha ezt az egészet lefordítják egy nagyobb sejtre, egy nagyobb egységre, mint a család, vagyis a társadalomra, akkor eljutottunk a kormányzáshoz. Tehát itt tulajdonképpen a jó kormányzásnak is megvetette a konfuciuszi gondolkodás az alapjait, és bizony mind a mai napig tulajdonképpen eddig nyúl vissza a kínai gondolkodás, akarva, akaratlanul, vagy tudatosan, tudattalanul, nem feltétlenül idézgetnek Konfuciusz mondásokat nap, mint a Facebookon szoktam látni, hogy minden a felbukkan két-három új Konfuciusz mondás, szegény, nem is tudott róla, hogy ilyeneket mondott, de ehhez képest a mindennapos gondolkodást viszont meghatározza. Erre is szeretem azt a példát elmondani, hogy amikor a kínai kollégáimmal angolul beszélgetünk, akkor természetesen Richardként szólítanak az angol nevemen, hiszen az az európai vagy a nyugati kultúrákban teljesen természetes, hogy egymást keresztnevünkön szólítjuk.
De amikor kínaiul beszélgetünk, akkor szigorúan lígazgató úr, lóigazgató úr, ilyen tanárnő, olyan tanár úr, tehát egymást nem egy baráti funkcióban, hanem a hierarchiában betöltött pozíciónk alapján szólítunk meg, és így is kezeljük egymást. Tehát egy nagyon érdekes különbség, hogy az a fajta baráti hangnem, ami nálunk egy munkahelyen, nemhogy normális, de nagyon furcsán is néz neki, hogyha nem így beszélnénk egymással, hiszen a mi kultúránk az ehhez van közel, Kínában mondhatnánk szinte egészen nem általános. Azért szeretném hozzátenni, hogy minden, amit mondok, igaz és egyszerre nem igaz, hiszen Kína is olyan ütemben változik, annyira nyugatosodik, annyira modernizálódik, hogy sok dologban hát ők is amerikanizálódtak, ők is úgy viselkednek, ahogy akár mi. De hagyományosan, a hagyományos felfogásban ez így működött. És hát Dél-Kelet-Ázsiára is ugyanez a jellemző, ugye Dél-Kelet-Ázsiában elsősorban Japán és Koreára, de némiképpen Vietnámra is, nagyon jellemző ugyanez a gondolkodás, hiszen a konfuciánus eszmék ezeknek az országoknak is meghatározták az eszmerendszerét. Nos, ezen rövid civilizációs vagy gondolattörténeti bevezető után hadd mondjak néhány szót arról is, hogy a történelemben mi történt, hiszen Kínának, a kínai embereknek és a modern kínai gondolkodásnak egyfelől ezek a eszmei gondolati hátterek adták az alapját. Másfelől persze az a több ezer év alatt eltett mindenféle érdekesség, mindenféle konfliktus és mindenféle probléma, ami velük történt, hiszen mindannyiunkat a történelmünk formált olyanra, amilyenek vagyunk. A császári kor Qin Shi Huanggal, vagyis az első kínai császárral kezdődött, hát ha a nevét nem is biztos, hogy ismerik, de azért az agyakkatonák talán mindenki számára ismerős. Ugye ez is még időszámításunk előtt volt, hiszen időszámításunk előtt a harmadik századra tehető ez a bizonyos Qin dinasztia, amely először tulajdonképpen dinasztikus módon egységesítette Kínát, és ez az első kínai császár létrehozott olyan szabványokat az országban, amellyel először jött létre egy értelmezhető egységes birodalom. Majd utána ez az egységes birodalom szétesett, és újra összeállt, és szétesett, és újra összeállt. Anélkül, hogy végigmennék minden egyes dinasztián, ezt általánosságban tapasztalatként leszűrhetjük, hogy a kínai civilizáció, az írás, a gondolkodás jelentős mértékben összetartotta ezt a népet, vagy ezeket a népcsoportokat, hiszen itt még kínai, mint népcsoport definiálás is egy igen nehéz kérdés, de ez a ciklikus változás, ez nagyon jól jellemezte a kínai történelmet, és ez a ciklikusság, beleértve a külföldi hódítók által való meghódítatást, egy új dinasztia létrejöttét, majd ennek a dinasztiának a felbomlását, ez 1911-ben ért véget, tehát mint látják, egy bő 2000 éven keresztül Kínában császárság volt az uralkodói metódus, a társadalom berendezkedése, és ezt is azért tartom rendkívül fontosnak hangsúlyozni, mert a kínai emberek számára egyben az, hogy a hierarchia mennyire fontos. Másrésztről pedig az, hogy mennyire alapvető elvárás volt az, hogy legyen egy erős uralkodó, aki a birodalomnak a gondolkodását meghatározza, ez a gondolat, ez az eszme sem ismeretlen mind a mai napig. Nos, tehát a császári kor hagyományaiban talán a Han dinasztiát, a Tang dinasztiát és a Ming dinasztiákat emelném ki egy kicsit. A Han dinasztiát azért, mert mind a mai napig a kínai nyelvet a hanok nyelvének mondjuk, és ugye a Han a legnagyobb kínai népcsoport. A Han dinasztia volt továbbá az, amelyik bevezette a vizsgarendszert Kínában. Ez azt jelenti, hogy mandarinokká, ugye ez egy portugál szó, mandarin portugálul hivatalnokot jelent, úgyhogy innen van a mandarin nyelv eredete is, ez a hivatalnok nyelv. Tehát hivatalnokká az lehetett, aki a császári vizsgákat letette. Miből voltak császári vizsgák? Hát természetesen irodalomból, filozófiából, történelemből, a versalkotásból, tehát a kínai civilizáció legfontosabb kvintesszenciáiból.
Nagyon érdekes párhuzam, hogy mind a mai napig a kínai kommunista párt pártiskolái és a káder képzés során még mindig rendkívül fontos ez a fajta hagyományos képzés, ezt csak egy ilyen kis zárójelben szeretném megjegyezni. A Tang dinasztiát nevezik talán a kínai aranykornak, hát ezt is talán sokan ismerhetik a nevét is. Én leginkább azért szeretném ide citálni, mert a Tang dinasztia alatt jött létre, ugye ez a 7.-10. század időszaka, a Sejem út, és hát a Sejem útnak a fontosságáról még az előadásom végén fogok említést tenni. És hát végezetül a Ming dinasztia, akit ugye mint utolsó előtti dinasztia, ez a 14. századtól a 17. századig írtuk az ő történelmüket. A Ming dinasztia azért volt rendkívül jelentős, mert ebben az időszakban Kína bezárkózott. Ha megfigyelik az időzítést, ugye 14-17. Század, ez a nagy felfedezések, az európai terjeszkedés, a gyarmatosítás időszaka, miközben a világ gyarmatosított, a nyugati világ elkezdte hát meghódítani, leigázni, gyarmatosítani, kiki válaszza ki a szívéhez legközelebb állót, a világ nyugati világon kívül eső részeit, Kína eközben bezárkózott, és magába fordult, és a saját fejlődésére koncentrált. Azért tartom ezt rendkívül fontosnak, mert majd látni fogják, hogy a történelemben ez mit hozott magával. Nos, a vizsgarendszerről csak ezt az egy képet szerettem volna ide citálni, hogy hát ez közeledik a vizsgaidőszak, kedves kollégák, nem kell izgulni. Önöknek nem lesz ilyen nehéz dolga, mint ezeken a császári vizsgákon, ahol ilyen kis egy négyzetméteres fülkékben kellett napokon keresztül mindenféle nehéz kérdésekre választ adni, szép ékes stílusban verset írni és egyéb feladatokra megfelelni. Viszont amit ebből az időszakból láthatunk, hogy miközben, mint látják, a hierarchia és az oktatás Kínában végig rendkívül fontos volt, eközben jellemző volt egy bezárkózás, és a bezárkózás eredményeként egy jelentős lemaradás ebben az időszakban a nyugati világtól. És hogyha a nyugati világ már így megszólítatott, akkor a korai külföldi kapcsolatairól hadd beszéljek egy pár szót Kínának. Több olyan dinasztia, például a Yuan és a Qing dinasztiák voltak olyan jövevény dinasztiák, amelyeket nem tőzsgyökeres kínai nemzetből származó emberek alakítottak, vagy törzsek alakítottak. Ugye a Yuan dinasztia az a mongol dinasztia volt, hát tatárjárás néven egyébként mi is találkoztunk velük, úgyhogy a magyar történelemből ismerhetik őket. A Qing dinasztia az pedig nem volt más, mint az utolsó kínai dinasztia, ami pedig a Mandzsuké volt. Nos, ugye ez 1911-ig tartott, 1644-től. Nos, ezekről a dinasztiákról viszont elmondható valami, ami nagyon érdekes jelenség, hogy ezek a külföldi népek, barbár törzsek, hogyha úgy tetszik egy kicsit a korabeli kínai terminussal, meghódították Kínát, majd maguk is kínaivá váltak, elkínaisodtak, sinizálódtak, mondja erre a szaknyelv. Ez azt jelenti, hogy hát Kína a maga csendes, mindent legyőző kultúrájával magába olvaszt, beolvasztja azokat, akik egyébként valamilyen érdeklődéssel fordulnak irányába. Ne tessenek félni, a Konfucius intézet nem kíván senkit beolvasztani. Mi mindössze a lehetőséget adjuk meg ahhoz, hogy ha valakit érdekel ez a kultúra, ez itt a reklám helye. Nálunk tanulhat kínai nyelven, ugye, mint tudják, kínai nyelvi kurzusokat is indítunk az egyetemen 3 kreditért. Ez a reklám helye volt. Nos, tehát a Sejem útról az előbb már volt szó, és a tengeri felfedezésekről is volt szó. Még egy fontos nemzetközi kapcsolódási pont, ami véleményem szerint elképesztően érdekes, ezek pedig a hittérítők, elsősorban a jezsuita hittérítők, akik már az 1500-as évek közepétől megjelentek Kínában. Tudják, a hittérítők voltak azok, akik elmentek a messzi országokba, tűzzel, vassal a helyi barbárokat megtérítették, mert hát azok még primitívek voltak, és nem nagyon értették a világnak a nyugati folyását, de megkapták a Bibliát, megkapták a világosságot, és ezáltal ők is a civilizált népek útjára térhettek. Hát egy baj volt, hogy Kínában a hittérítők egy lényegében több ezer éves, kiválóan működő, nagyon megalapozott írott kultúrával találták magukat szemben, úgyhogy bizony a jezsuita hittérítőknek meg kellett tanulniuk kínaiul, ahhoz, hogy erről képesek legyenek
mondjuk úgy, hogy vallási vitákat folytatni a helyi emberekkel. Hát egyébként a hittérítők is okosak voltak, mert jellemzően a császári udvart és főleg a császárt kezdték el téríteni. Tehát ezek nagyon izgalmas dolgokat hoztak létre. Minden esetre a hittérítőknek, a jezsuitáknak óriási szerepe volt részben abban, hogy Kína megismerte külföldet, részben pedig abban, hogy külföld, vagyis a nyugat is megismerhette Kínát. De hát Kína és a nyugat kapcsolata az bizony nem volt egy zökkenőmentes történet. Kínáról elmondhatjuk, hogy nem gyarmatosító hatalom. Alapvetően a kínai hódítások azok nem nagyon nyúltak túl azokon a történelmi területeken, amelyeket a kínaiak a magukénak éreztek. Tehát ebben az értelemben Kína ezt a saját kulturális és történelmi örökségének is tartja, és ezt deklarálja is, hogy nem kíván hódítani, nem kíván hegemon hatalommá válni. Azonban ez a bezárkózás, amiről az előbb beszéltünk, ugye magával hozta a modernizációban, a nyugatos modernizációban való lemaradást, és minthogy ez egybeesett a földrajzi felfedezések időszakával, ezért bizony megtörtént az, hogy miközben, főleg például a britek, de hát más nyugati birodalmak is, elkezdtek különböző külkereskedelmi tevékenységeket végezni a világ mindenféle részein, így például Indiában is, ugye, ami a brit koronagyarmathoz tartozott, és hát onnan kereskedtek ugye Kínával, elsősorban vásároltak. Mert hogy ugye itt is az volt a baj, hát nem ismeretlen, nem tudom, vannak-e GTK-s hallgatók a mai világban sem, hogy sok mindent vásárolunk Kínából, de mit adunk el? És hát ez volt akkor is a baj, ugye a tea kereskedelem volt elsősorban az, ami miatt a britek, mai szóval élve, hatalmas külkereskedelmi passzimumba kerültek Kínával szemben. Kína szivattyúzta ki a britekből az ezüstöt, de nem nagyon vásárolt semmit. Hát ugye volt megoldás, bár ez a megoldás ez nem volt annyira elegáns megoldás, legalábbis azt gondolom, hogy a mai szemmel meglehetősen szégyelhetjük ezt, ez pedig az ópium értékesítése volt. Hát valljuk be, hogy Kína úgy került félgyarmati sorba, hogy a nyugati hatalmak, elsősorban a britek, tudatosan rászoktatták Kínát a kábítószer használatra, ugye az aranyháromszögből kiválóan tudták exportálni Kínába az ópiumot. A kínai udvar, a kínai császárság meglehetősen érthető módon egy idő múlva nem nagyon lelkesedett ezért az ópium történetért, úgyhogy megpróbáltak ennek véget vetni. Egy kínai hivatalnokot leküldtek Dél-Kínába, aki elégetett két hajórakományi ópiumot nyilvánosan, casus belli, ugye oka háborúra, és így kezdődtek el az ópium háború. 1800-as éveknek a közepén járunk, és hát az 1800-as éveknek a közepét, ugye 1839-ben tört ki az első ópiumháború, lényegében Kína megkapta azt, amit megérdemelt az akkori nyugati világ felfogása szerint, mert hát ők nem akarták engedni a kereskedelmet, hát itt volt a lehetőség rá. Egyenlőtlen szerződésekkel Kína belekényszerült olyan feltételű együttműködésekbe, amelyek egyre kevésbé szolgálták az érdekeit, és hát modern kifejezéssel élve félgyarmati sorba süllyedt, és jelentősen lecsökkent a világgazdaságban betöltött szerepe. Ugye azt megelőzően Kína a világ egyik meghatározó gazdasága volt, de ezzel a lemaradással és ezzel az egyenlőtlenséggel Kína bizony rendkívül lemaradt a versenyben. Úgy is hívják az innen kezdődő 100 éves korszakot, hogy a megaláztatás évszázada. A kínai emberek a mai napig nem szívesen beszélnek erről. Itt láthatnak részben képet az ópium szívókról, az ópium élvezőkről, vagy korabeli karikatúrákat, ahol azt lehet látni, hogy hogyan darabolták fel később a nyugati hatalmak Kínát egymás érdekszférái között. Hát tudják, az osztrák-magyar monarchia is egyébként részt vett ebben. Nem voltunk ugye óriási hadi sikerekkel kecsegtető nagy hajós nemzet, de azért ennek ellenére mégis volt egy picike kis Tianjin Peking kikötővárosában lévő gyarmatunk, sőt képzeljék el, hogy onnan az osztrák-magyar monarchia néhány ágyút is kapott, vagy hadizsákmányként visszahozott, ezek még mindig ott láthatóak Budapesten, a Hadtörténeti Múzeum mellett, hogyha egyszer fent járnak Budapesten a várban, akkor érdemes megnézni őket. Még egy olyan folyamat volt eközben, ami nagyon szerencsétlenül jött ki,
Ez pedig Kína modernizációs törekvéseinek a sikertelensége. Tudják, Japán azért lett elképesztően sikeres, és ugye Japán és Kína összehasonlításban, de a japán autókat mindenki dicséri, a kínai autók meg jé, vannak olyanok. Pedig tudják, nem mindig volt ez így, tehát az 50-es, 60-as években a japánokon ugyanúgy nevetett mindenki, mint a kínaiakon nevettek, hát talán ma már egy kicsit kevésbé, hogy ilyen Mitsubishi meg Toyota ilyen autókkal hova akarnak. Hát ugye miből lesz a cserebogár? És hát most is látjuk, hogy Kínával kapcsolatban egy hasonló folyamat történik. Nos, Japánnak volt egy rendkívül sikeres modernizációs folyamata, ugye ez a Meiji reform néven vonult be a történelembe. Kínában a hasonló modernizációs folyamatok nem sikerültek. A császárság végóráiban, a császárság végén egészen bénult volt a központi hatalom. Erről egyébként Bernard Bertolucci kiváló filmje, az utolsó kínai császárod, nagyon kiváló betekintést. Nos, hát ebben az időszakban Kínának tehát ez a kártya ez nem jött össze, nem sikerült a modernizáció, és noha létrejött 1911-ben a kínai köztársaság, és nem sokkal később ugye a Kuomintang, a kínai nemzeti párt, illetve a kínai kommunista párt, de hát ezek azonnal el is kezdtek marakodni, és ezt megfejelendő azt a polgárháborút, ami Kínát ebben az időszakban szabdalta, emellé még oda társult a kínai-japán háború, illetve a második világháború, tehát ez a rövid néhány évtizede Kínának a 20. század elején rendkívül zaklatott, rendkívül nehéz, rendkívül sok megaláztatással, sok problémával járt, amely közben azt érezték a kínaiak, hogy borzasztóan lemaradtak mindentől. Nem volt értelmezhető hadseregük, nem volt értelmezhető flottájuk, ugye a császári időszakban nagyon sok pénz elment sok minden másra ehelyett. És hát a belső feszültségek miatt, tehát a kínai embereknek rendkívül nehéz volt ez az időszak. Ez a nehéz időszak, ezt megfejelte még az is, hogy Kínát hagyományosan egy mezőgazdasági társadalomnak tekinthetjük. Tehát a kínai parasztság, aki ebben az időben a kínai lakosságnak a túlnyomó többségét adta, tulajdonképpen képviselet nélkül maradt, és őket karolta fel a kínai kommunista párt, amelyik 1921-ben jött létre, ugye jól hallják, 100 éves évfordulóját ünnepelhették tavaly, tehát ez a világ egyik legsikeresebb pártformációja és a leghosszabban fennálló pártformációja. Nos, a történelemben úgy alakult, hogy 1949-ben győzött a kínai kommunista párt, a Kuomintang, vagyis a nemzeti párt Tajvanra menekült, és a kínai köztársaság jogfolytonossága megmaradt Tajvanon, de 49-ben létrejött a kínai népköztársaság, amelyet október 1-én Mao Tse-tung kiáltott ki. Nos, a maoi időszaknak az egyik fontos jellemzője az volt, hogy deklaráltan véget ért ez a megaláztatás közel száz éve, vagy évszázada. A kínai emberek végre azt érezték, hogy visszanyerték a nemzeti önrendelkezésüket, az önbecsülésüket, végre azt tehetik szabadon, amit akartak tenni. Sokáig jóban voltak a Szovjetunióval, a Szovjetunió hatalmas segítséget adott a kínai népköztársaság indulásakor, de hát bizony ez a kapcsolat is megromlott a 60-as évek elejére, illetve a kínai belpolitikának olyan hullámai voltak, ez is egy nagyon izgalmas stúdium, nagyon sokat lehetne róla beszélni, de száguldunk végig a történelmen, mint látják. Tehát olyan voluntarista, olyan egyszemélyi akaratra épülő gazdasági törekvések voltak, amelyeknek megfelelően Kína bizony egyre rosszabb politikai döntésekbe sodródott bele, mint a nagyugrás vagy a kulturális forradalom. Ezek szörnyű és nehéz időszakok voltak a kínaiak számára. Ebből jött ki Kína nagyon jól a reform és nyitás politikájával, hiszen 78-ban Deng Xiaoping lett Kína vezetője, és ugyan a reform és nyitás is sok nehézséget hozott, főleg az elején. Ugye nem véletlen, hogy 89-ben a Tiananmen téri tüntetésekbe és a tüntetés leverésébe torkolottak azok a gazdasági és politikai hullámok, amelyek a 80-as éveket jellemezték Kínában, de ezt követően indult el az a csoda, amit mai napig látunk Kínában, közel 40 évig tartó átlag 10% körüli gazdasági növekedés,
az egy ország, két rendszer és egyéb ilyen egyediségek. Tehát Kína tulajdonképpen elkezdte megmutatni az oroszlán körmeit, és újra létrejöttek olyan dolgok, amelyek Kínát korábban is jellemezték, egyedi, a saját gondolataira épülő találmányok, ötletek, és mindenféle olyan, ami Kínát a mai fontos helyzetébe reptette. Nos, és hát, hogyha a mai modern Kínáról akarunk beszélni, akkor nem rejthetem véka alá, hogy elképesztő mennyiségű badarságot hall az ember Kínával kapcsolatban. Ugye hát nagy szerencse, hogy most már a kínai szakértelmet a Facebookon is meg lehet oklevéllel szerezni, tehát ennek okán nem nagyon kell hozzáérteni. Mi Kínával foglalkozó emberek Polonyi Péter tanár úr régi bombóját szoktuk ismételgetni, tudják, aki egy hetet van Kínában, az könyvet ír róla, aki egy évet, az cikket ír róla, és aki 20 évig foglalkozik vele, az inkább csendben marad, mert tudja, hogy még mindig nem ért semmit. Kínát nem lehet megismerni. Tehát Kínából sok mindent tudunk, de még Kína definíciójával is bajban vagyunk, amiket le lehet szögezni, hogy rendkívül hatékonyan és gyorsan fejlődik az ország, ez ugye nem kérdés, hiszen látjuk, és azt is látjuk, hogy Kína hosszú távra tervez, és ezeket a hosszú távú terveket képes is megvalósítani. Én ismerem az ezzel kapcsolatos politikai kérdéseket és felvetéseket, de elemzőként ugye ezt le kell szögeznünk. És hát a modern kínai politikában fontos azt látni, hogy 2012-ben, amikor Xi Jinping elnök, a jelenleg regnáló kínai elnök, és ugye utána Li Keqiang miniszterelnök adminisztrációja hatalomra lépett, egy olyan időszakot követett, amit ugyan lazuló, demokratizálódó Kínának láttunk, de Kína belülről ezt úgy értékelte, vagy a kínai vezetés ezt úgy értékelte, hogy a kínai kommunista pártnak meggyengült a kontrollja, és ez veszélyes, mert egy olyan időszakkal kerül szembe Kína, ami egyébként látszik, hogy be is következett, amikor a kínai gazdasági növekedés, Kína erősödése egyre több ellenséget fog magával hozni. Tehát a korábbiakkal ellentétben most Kínától egyfajta nagyhatalmi fellépést láthatunk. Ez egy nagyon érdekes nagyhatalmi fellépés, mert jóval, tehát egészen máshogy definiálja Kína a nagyhatalmi fellépést, mint a jelenleg ismert egyéb nagyhatalmak. Azt viszont le kell szögeznünk, hogy az az amerikai-kínai szembenállás, amelyet egyébként ugye évek óta látunk, hallhatunk a sajtóból. Itt ugyan kérdőjel van, de hát viszonylag pontosan az elemzők szerint beazonosíthatóan ezt tekinthetjük egy új hidegháborúnak. Addig jó, amíg ebből nincsen melegháború, tehát a hidegháború tulajdonképpen az egy kezelhető dolog, de ennek ellenére ez a hatalmi harc folyik és felgyorsult. Mik Kína részéről ennek a, mondjuk úgy, hogy megoldási ötletei vagy lehetőségei? Az egyik ilyen az új Sejem út, emlékezzenek vissza a Sejem útra, amiről az előbb volt szó, vagy az egyövezet egy út politika, amely tulajdonképpen Kínának egy új Eurázsia koncepcióját célozza meg, mely szerint az eurázsiai kontinens egységesítése, a régi Sejem úthoz való átjárhatóság új megteremtése a cél, illetve a másik ilyen cél regionális együttműködések létrehozatala, ezen belül a 16 plusz 1, ugye ezen belül van Magyarország is, 16 közép-kelet-európai ország, illetve részben dél-európai, és a plusz 1 Kína, mint együttműködési mechanizmusnak a létrehozatala. Tehát ezek olyan politikai vagy szakpolitikai kezdeményezések Kínában, amelyek Kínával kapcsolatban visszatérnek. Nos, hogyan jelennek meg tehát a hagyományos kínai gondolkodás elemei a modern világban? Milyenek a kínai hagyományok a mai modern kínai köntösben? Említettem az előbb a császári vizsgákat, ugye a napjaink káder politikája bizony azt mutatja, hogy a képzés, a tudás, az egyetemeknek a szerepe a mai napig rendkívül fontos. Igen, ismerem a Fudan Egyetemmel kapcsolatos polémiákat is, de én azt gondolom, hogy azt kell látni, hogy az egyetem és az oktatás rendkívül fontos Kínában. A konfuciánus bölcsességnek az egyik alapja, hogy az oktatás becsülete mindenek feletti. A másik ilyen a hierarchia. A vezetők pozícióját nem illik és nem szabad megkérdőjelezni. Ez természetesen a mi individualista gondolkodáshoz szokott nyugati világunknak furcsa. Hát ha nekem véleményem van, elmondom.
Mi magyarok ebben a magyar kultúrában különlegesen jó, mert tudjuk, hogy mindenki jobban tudja, mint a főnök. Tehát egyedül a főnök nem ért hozzá. No de hát viccet félretéve, Kínában ez a fajta megkérdőjelezés, hát mondjuk úgy, hogy nem illendő. Nem jelenti azt, hogy ott nem kérdőjelezi meg senki, nem illendő ezt hangosan tenni. És hát ennek megfelelően azért a kínai vezetésnek is lényegesen könnyebb dolga van, hogyha egységet szeretne kovácsolni az emberekből. Sajnos akkor is könnyebb dolga van, amikor ez az egység valamilyen rosszra irányul. Gondoljunk csak például a kulturális forradalomra. És hát a kínai nyelv, én nekem ez mindig egy vesszőparipám, hogy Kínában az idős emberek is kiválóan használnak például online banki megoldásokat. Édesanyám azért eléggé megkínlódik vele, ő mindig engem vesz igénybe, mert azt mondja, hogy hát ő nem érti már ezeket a dolgokat. Kínában mindenki érti, mert nincsenek jövevényszavak, vagy ezek a jövevényszavak, ezek kínaiul vannak. Lefordítják, ha úgy tetszik, állandó nyelvújítás történik, és ezért tulajdonképpen a kínai nyelv is nagyban hozzájárul a modernitáshoz. De mint látják, sok egyéb a modernitásban jellemző rész, a harmónia, ami hagyományos kínai erény, az idősek tisztelete, hát igény volna rá Magyarországon, és egyre jobban érzem, tudják, közeledik az ember hozzá. De az újítások, a találmányok, az innováció, most az innováció ismét nagyon fontos mondattá vált Kínában. A kínaiak azok nem találnak azok ki semmit, azok csak lemásolják. És kitalálta ki a nyomtatást, és kitalálta ki a papírt, meg az iránytűt. Tehát ne ítéljünk felületes információk alapján Kínával kapcsolatban. A kollektivista kultúra még az az érték, ami Kínát fontos egyben tartó értékként jeleníti meg, és ez így van más távol-keleti országoknál is. A kollektivista kultúra azt jelenti, hogy a közösség fontosabb, mint az egyén. Ja, akkor én nem is vagyok fontos. Ez nem ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy az egyén boldogulása a közösség értékein belül, nem a közösséggel szembe menve kell, hogy megvalósuljon, ha valamit ezt nagyon megtanulandónak tartanám Kínával kapcsolatban. És hát a hosszú távú gondolkodás, tudják, ott, ahol két centenáriumi, vagyis két száz éves tervvel áll elő a kínai vezetés, az egyik tartott 1921-ig, a kínai kommunista párt száz éves születésnapjaig, a másik pedig a kínai népköztársaság születésnapjaig, vagyis 2049-ig fog tartani. Hát ott, ahol ilyen tervek vannak, ott azért a hosszú távú gondolkodásról nem kell túl sokat mondanom. De nem nincs lehetőségemre, hogy ezt hosszasan elemezzem, hiszen az utolsó perceket írjuk, úgyhogy utolsó diaként egy kis gondolatkísérletre még hagy invitáljam meg önöket, hogy vajon hova tart Kína. Azt látjuk, hogy ez egy hagyományokra épülő birodalom, amelyik új birodalom, hiszen más, mint amilyen volt, de a hagyományait mégis központban, mégis fontosnak tartja. Saját magát felelős nagyhatalomként definiálja. Egész elképedve szoktam olvasni azokat a kínai írásokat, amelyeket a kínai vezetők vagy a kínai gondolkodók írnak le és mondanak el. Ha tényleg úgy fogják csinálni vagy alakítani Kína jövőjét, ahogy ezeket megírják, akkor én azért elég nyugodtan tekintek azon elébe. Hát persze kínaiul beszélve egy kicsit könnyebb, önöknek is javaslom, tanuljanak kínaiul, tudják, Konfuciusz intézet. De hát mindenképpen az látható, hogy nem szeretne új amerikaként, nem szeretnék persze senkit megsérteni, mondjuk úgy, hogy a világ rendőre vagy a világ nagyhatalmi megszabályozója lenni. Úgy is fogalmazta meg a kínai vezetés, hogy ez az emberiség sors közössége. És hát, hogy ez egy nyugati típusú út lesz, vagy egy új típusú utat fog megmutatni Kína, nagyon remélem, hogy majd még egy pár év múlva, vagy pár évtized múlva itt lehetek, és meghallgatom önök közül valakinek erről az előadását. Mindenesetre ma ennyit szerettem volna elmondani, és nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmet. Szép estét! Köszönjük szépen az előadást, és önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az SZDSZ Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva professzor dr. Pál József,
a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar Romanisztika Intézetének egyetemi tanára tartja meg a költészet teológiája Dante Alighieri című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!